Jó estét kívánok! Önök a Szeged Televízió véleményműsorát, a Szabad Szájat látják. Három vendégünkkel ezúttal is három témáról beszélgetünk 30 percben, és lehet, hogy háromféle vélemény hangzik el. De hisz tudják, a hír szent, de a vélemény szabad. És akkor most köszöntöm vendégeinket. Oláh János közgazdász, volt fideszes önkormányzati frakcióvezetőt. Jó estét kívánok! Kenyeres Lajos volt önkormányzati képviselő. Szép jó estét! És egy új vendéget is köszönthetünk ma, Fehér Attilát, az LMP megyei elnökét. Jó estét kívánok! És akkor lássuk mai első témánkat, az európai parlamenti választások kampányáról. A Fidesz minden erejével azon van, hogy a magyar kampány kizárólag a migrációról szóljon. Bár ezen a csonton Európa nagyobb felén már nincs mit rágni, úgy tűnik nálunk még működik. Legalábbis a 2-2,5 millió törzsszavazónak. A többiek pedig egyáltalán nem érdeklik a kormánypártot. Hívei támogatásával a Fidesz akár 50%-ra és 14 képviselői helyre is számíthat májusban. Az uniós voksolás másoknak azonban még nagyobb tét. Az LMP jelenleg biztos kieső, a Momentumnak esélye van, hogy bekerüljön. És azon is sok múlhat, hogy az MSZP Párbeszéd vagy a Jobbik kap több voksot. Az LP kampányt már az első héten atrocitások kísérték. Debrecenben egy fidelitasos elnök megütött egy jobbikos nőt, Szegeden szintén fidelitasosok zavarták meg Újhelyi utcafórumát, Pesten pedig a DK standját egy focilabdával rúgták meg. Adódik rögtön az első kérdés, hogy ön is erre a választási eredményre számít, hogy az LMP be se fog kerülni? Természetesen nem. Ezt gondoltam. Egyértelmű. A közönkutatási eredmények némileg akár pessimizmusra is adhatnának okot, de azt tapasztaljuk az emberekkel folytatott beszélgetés kapcsán, és most ez pont az ajánlásgyűjtés időszakában különösen én azt gondolom, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy megismerjük az emberek véleményét, hogy nagyon sokan támogatják az LMP-nek egyfelől nyilvánvalóan az ellenzéki hozzáállását a politikához, hogyan szeretnénk a Fideszt minél inkább háttérbe szorítani az LP választási eredményekben. Másfelől pedig azt látjuk, hogy az a program, amit mi kínálunk a választóknak, ez egyre inkább kezdi elnyerni választók tetszését, hiszen a klímaváltozás érezhető következményei most már mindenki számára nyilvánvalóak. Ez ilyen nagyívű tervezést mutat előre. Lehet, hogy ilyen hétköznapi témákkal lehetne jobban megszólítani. János, hogy gondolja, milyen esélyek vannak ugye a fölvezetésben is, ahogy a Tamás fölvezette a narrátorként, hogy európai parlamenti választás, ugye migrációról szól. Ez egy hosszú távú dolog, ami meghatározza Európa arcát, meghatározza jövőnket, gyermekeink jövőjét, és ez egy konkrét üzenet, mert azt kérdezte a szerkesztőasszony, hogy milyen konkrétum, hát ez egy konkrét üzenet, hogy milyen Európát szeretnénk, annak milyen vezetőit szeretné a Fidesz, és ezt próbálja eljutatni az emberekhez. Uh-huh. Én most mellőzöm a számháborút, meg a szómágiát, tehát nem mondom azt, hogy migráció, és nem mondom azt, hogy ennyi százalék, meg annyi százalék, elméleti síkon közelítem meg. Tehát ilyen aranyélete politológusoknak, politikai szakkommentátoroknak utoljára 2014-ben volt, akkor ráadásul három választás volt, mert még egy országgyűlési is volt. És akkor mindenki megfuttathatta a nézeteit, ráadásul különösebb következmény nélkül. Ugyanis, ha a tézis az, hogy igen, van hatása az önkormányzati választásokra ősszel az uniós választásnak, akkor ez egy gigantikus közvélemény kutatás, és alátámasztható. Akkor igen, most még hétköznapi célokat abszolút mértékben gondolom bele igen. Ebbe a májusi akkor a másik, hogy nincs hatása, mert az őszi önkormányzati választásokon személyekre szavaznak, és másról van egyébként szó. És ugye országos... igazság. Hát ez pont annyi igazsága van, mint az előzőnek így van. És emlékezzünk, hogy... nem nagyon hangoztatják a politikusok, de a választópolgároknak az amnéziája az körülbelül 3 hónap alatt teljesedik ki. Ezt nagyon jól lehet látni azon, hogy a győzteses tartozásnak a momentuma, igen, tehát az igazából mindig működik.
Tehát sokkal többen gondolják, hogy a győztesre szavaztak, mint ahányan valóban szavaztak rá. Na, hát ezt majd utána meglátjuk, még előtte vagyunk. Tehát akkor itt most ahhoz a... Ahhoz szeretnék egyébként egy-két szót, ha hozzászóltok itt az elhangzottakhoz. Egyrészt az a megközelítés, hogy nyilván kézzelfogható és közeli témákat kell választani. Azt gondolom, hogy a klímaváltozást mi meg tudjuk oldani, hogy le tudjuk hozni az emberek szintjére, ugyanis azért most már a fejlemények azt mutatják, és az emberek is ezt kezdik érzékelni, hogy a bőrünkön érezzük, tehát a klímaváltozás nem egy földrajzilag távol eső területen bekövetkező folyamat, a következményei itt Magyarországon is, itt Szeged térségében is, Csongrád megyében is érzékelhetők, illetve nem lehet, a távoli jobban jövőben. Lehet, hogy jobban is érzékelhetők, mint akár a migráció? Hát, hogyha most az aszályos időszakot nézzük, utána az ilyen most több hét aszály után jégesővel, szélviharral érkező esőt, vagy éppen mondjuk a fagyokat, amik most már az elmúlt években a gyümölcs termesztést megnehezítik a térségben, akkor én azt gondolom, hogy ezek már mind a klímaváltozás következményei, ami az árak növekedésében, vagy éppen a termelőknek a helyzetének megnehezítésében érhetők tetten. Tehát időben is, ezt már nem lehet azt mondani, hogy mondjuk az unokáink vagy gyermekeink idejében. De hát ezzel a Fidesz is foglalkozik, hogy a köztársasági elnök az élharcos a klímaváltozás. Hát szóban, igen, Áder János szóban. Nem csak szóban, hanem tettekben is. Hát mi is ezt tették a plakátokra, amiket most már látunk, hanem a migráció. Most ez a fő üzenet, igen. De hát ezekkel minden foglalkozik a Fidesz a hétköznapokban, a kormányzásban. Elsősorban azt látom, hogy Áder János azért választotta ezt a témát. Schmidt Pál annak idején a magyar nyelv védelmét helyezte. Ha nem menjünk annyira. Csak arra tudok utalni, hogy ahogy Schmidt Pál, ugye Áder János is igazából szintelen szaktalan köztársasági elnök, és azért választottak, hogy meg tudják magukat mutatni. Áder János egy próbálja, és persze nagy felesem. Attila, rossz hírem van neked. Minden kimutatás szerint a 27 uniós országból Magyarországon fogékonyak a legkevésbé az emberek a klimatikus viszonyokra, a környezetvédelemre és az összes többire. Ez reméljük, hogy változni fog. Ezen dolgozik minden. Ki, de igazság szerint ezt kampánytévává tenni szerintem tévedés. Én elsősorban most mi arra kb. 10%-ra becsüljük azoknak az arányát, akik ezekre a témákra politikailag is nyitottak, és mi őket kívánjuk elsősorban az Európai Parlamenti választásra megszólítani. De van egy másik része az Európai Parlamenti választásnak, mint minden egyes alkalommal, az emberek a belpolitikai viszonyokat veszik alapul, amikor ezekben a kérdésekben, tehát amikor voksolnak. És ilyen szempontból, és ez tényleg az aláírás gyűjtés, most egy hetet az utcán voltam, és nem is igazán az aláírás gyűjtése, hanem az emberekkel való beszélgetésre koncentráltunk, és azt vettük ki az emberek szavaiból, hogy ők ezt egyfajta az önkormányzati választások előtti erőfelmérésnek tekintik. Akkor és hogy azt szeretnék. Hát egy előválasztás gyakorlatilag, ami én azt gondolom befolyásolhatja majd az önkormányzati választási eredményeket, akár például az együttműködési lehetőségeket, de főleg az ellenzéki szavazók minden egyes ellenzéki pártot támogatnak, és azt várják tőlünk, hogy szorítsuk a Fidesz kisebbségbe. És aki a Fideszre szavaz, az kire szavaz? Az euroszkeptikusokra, vagy pedig nagyon jól néppártra. Vezette fel a szerkesztő úr, ugye, hogy a Fidesznek az a 2,5 millió szavazat fontos, és Attila is elszólta magát, mert mondja, hogy hát ő közben 10% az, aki fogékony erre, és ők azt célozzák meg. Tehát tulajdonképpen mindenki a szavazat maximalizálásra törekszik, és akkor... Na és akkor... Egy, igen. Nem, Lajos Kámat, az... Akkor fölteszem újra a kérdést, hogy és aki a Fideszre szavaz, az kire szavaz? Néppártra, euroszkeptikusokra? Hát a Fideszre szavaz. A Fideszre szavaz. Mert olyan... Ne nézzük kampány... mögötte, tehát az a Fidesznek olyan ez a programja is. Olyan kampánytémát hoznak, ami igazából uniós összefogással megoldható, a migráció nem nemzeti szinten. De nem oldották meg. A Fidesz eldönti, hogy mi volt a múlt. Ha így alakul, ha úgy alakul, akkor másképpen, de csak azt akarom mondani, tehát rácélozva Attila, hogy ugye Szegeden van 130 ezer választópolgár. Ezek a helyi témákra, az országos témákra azért rá szoktak mozdulni 50%-ban, 45%-ban, de ilyen nemzetközi témákra most mondjuk így az uniós választást, akár a NATO-t, hogy jóval kevésbé érdeklődnek. És a kevésbé érdeklődés az jóval kevesebb ember, és akik kijönnek hozzánk a pultokhoz, azok meg már eleve elkötelezettek. Tehát az, hogy egy nagyon kicsi töredéke, és ő belőlük azt a következtetést levonni, hogy mik lesznek a fő témák, hogy őket kell meggyőzni, ez egészen minimális szám. Sajátjaink jönnek át. Igen, abszolút. Mi kicsit más megközelítéssel gyűjtöttük az aláírásokat, mi megszólítottuk az embereket, beszélgettünk
beszélgettünk velük, tehát nem csak a pulthoz oda sétáló, velünk beszélgetni szándékozó emberekkel egyetünk szóba. Gyakorlatilag leszólítottuk őket, beszélgettünk velük, és nagyon sokan voltak, például a Fidesz szavaztak volna, MSZP szavazók, DK szavazók, tehát, azért, nem csak kizárólag az elfeszítőszásokkal. Abban igaza van, hogy egy hamis következtetés lehet abból levonni, és egy kicsit ilyen euforikus kint lenni a pultnál, és akkor ott beszélgetni az emberekkel, csak hogyha statisztikai átlagot nézünk, amit a Lajos mondta, az elenyésző az, így van. Még egy utolsó kérdéssel akkor ezt a témát zárjuk le, hogy lesznek-e még atrocitások itt a következő pár hétben, mire számítanak? Mindig vannak ilyen számítok arra, hogy amikor ugye május 26-án lesz a választás, akkor körülbelül 11 órakor szokott megjönni ez a hír, hogy egy szegény vászi szívrohamot kapott, küzdenek az életéért, valahogy bivaj borzalmasan, nem tudom, hátul, és akkor ez egyébként érdekes mondani, hogy nagyobb érdeklődést vált ki, mint mekkora a részvételi arány vagy a többi. Tehát a bulvár még ilyen szinten is legyőzi általában a racionális értelmes híreket. János, kezdjél valamit mondani? Nem, csak ez, ahogy nagyon jó, hogy éppen, hogy egy nagy statisztikai átlagban ilyenek mindig előfordulnak. És ez előfordult korábban is, most is, és később is elő fog fordulni, tehát ezek. Nekem annyi nem is kell meglepődni rajta. Az, hogy végül is mennyire lesznek atrocitások, elsősorban a Fideszen múlik, mert ők azok, akik gyakorlatilag gyűlöletpropagandával sok esetben felhetszelik a szavazóikat, úgyhogy én elsősorban Orbán Viktor Fidesz kezében van, hogy nyugodt kampány lesz, kiegyensúlyozott kampány, vagy pedig egy hisztérikus hangulat. Maga a jégesője nem az Orbán Viktor a felelős. Egy pillanat, hogy egymást halljuk. Az, hogy futballlabdával dobtak meg valakit. Tehát ez egy atrocitásnak számít. Tehát most ennek volt valamilyen eszmei mondani valója, vagy csak úgy spontán jött a nála véletlen levő futballlabdá. Na ezzel a poénnal akkor itt most ezt a témát berekesztjük, és akkor jön a mai második témánk. Mostanában aggasztó hírek is jönnek a lézerközpont felől. Pedig az Elire eddig egyformán büszke volt jobb és baloldal, ugyanúgy magáinak érezte a fideszes kormány és a szocialista önkormányzat, holott valójában uniós intézmény. Aztán februárban váratlanul és rapid módon lemondott Lerner Lóránt ügyvezető, aki a nagyberuházást levezényelte. Pár napja pedig a Tudományos Tanácsadó Testület 3 tagja, egy magyar és 2 német professzor. Ők aggasztónak tartják, hogy a kutatóközpont új banki szférából érkezett vezetőjét megkeresésük nélkül bízták meg, és hogy a tanácsadó testület véleményének kikérése nélkül támogat kutatásokat a magyar kormány. Sőt, egyenesen úgy fogalmaztak, hogy az ELI eltávolodik eredeti céljától. Közben csendben távozott posztjáról Osvai Károly, kutatási technológiai igazgató, aki kezdettől a beruházás szakmai irányítója volt. Szabó Gábor, a lézerközpont ötletgazdája, a tanácsadó testület tagja szerint csak éles szakmai vita van, amit természetesnek tart. A volt rektor szerint a 20 milliárdos program voltaképpen a magyar kormány hozzájárulása az ELI működési költségeihez. Palkovics miniszter szerint a kutatók félreértik a kormány szándékát. Maga alá akarja gyűrni a kormányzat a legnagyobb magyarországi tudományos beruházást, vagy csak természetes változások zajlanak? Hogyan lehetne leghatékonyabban kihasználni a lézerközpont lehetőségeit? Valójában szakmai vagy politikai vita tört ki az ügyben. Akkor megismétlem a kérdést, hogy ez politikai vagy szakmai vita? Soha nem választható a kettő egymástól. Akkor, hogyha egyébként ugye az állam pénzt ad bele, és itt 15%-ot ad a magyar állam, és 85%-ot ad az unió. Mármint bár mihez? Az ELI-nek a fölépítéséhez adott annyit, és az évi működés körülbelül 7 milliárd forint, ami nem csak állami pénz, hanem másokon, de nyilván valamilyen értelemben az állam kezében van a pénzcsap. Most annyiban rossz hír a protestároknak, hogy a Lerner Lóránt is a bankszférából jött, úgyhogy ez nem olyan nagyon nagy durranás. Talán az nem is baj, hogy van az egyáltalán nem baj. A nagyobb baj az, hogy legalábbis így hátsó információim arról vannak, hogy nem döcög olyan, vagy nem gurul annyira jó az ELI-nek a szekere, és ezért valamit csinálni kellene. Annyira nem jönnek azok a kutatóintézetek, azok a kutatók, akikre számítottak, hogy itt föl fogják pörgetni ezt az egész kutatási mechanizmust.
Igazából valószínűleg ezen próbál változtatni a kormányzat, hogy ezt most jól csinálja, vagy se, az lehet, hogy későbbi lesz, de állítólag egy Hályok Kovács módszer, ez a fingerprint program, tehát új lenyomat vizsgáló program, amelyik egy rendkívül népszerű program lesz később, mert egy nagy közönségnek el lehet adni, hogy egy rák megelőző viszont vizsgálat. Amiről maga nyilatkozó Szabó Gábor akadémikus se tudott semmit, amikor megkérdezték. Jó, Szabó Gábor az nem tudott róla, de valószínűleg akik ott vannak, azok tudnak róla. Én inkább onnan mondom, és nem veszem el tőletek a szót, később akkor valószínűleg, ha nem akarok replikázni, majd nem hozzászólni. De Tündi, még csak annyit szeretnék mondani, hogy nem nagyon érti egyikünk se ugye a lézernek a lényegét, a működési mechanizmusát ennek az egésznek, de a kiválasztási mechanizmusból viszont vannak tapasztalataink. Tehát a vidéki színházak igazgatóinak kiválasztása az egy olyan tapasztalat volt a kormányzat részéről, vagy a nemzeti sportszövetségeknek, az elnökeinek a kiválasztása, hogy csak Fideszhez közeli, csak Fideszes pártaparátsik, vagy pedig valami. Már ezt Lajoskám a Fidesz érában mondod, mert a Szociál érában is volt hasonló. És befejezem. Tehát most az Eli kapcsán is én úgy gondolom, hogy körülbelül ugyanezt történik. Tehát a kezükbe akarják tartani ezt az egészet, és nem nagyon hagynak mást odaférni. Mennyiben gond az, hogy van egy ilyen kettős vezetés, most így, hogy elkezd működni az fölépítése után ez a lézerközpont, mert én abban nem látok kivetni valót, hogy van egy operatív, meg egy tudományos vezetője, viszont abban már többet, hogy a pénz, ami kutatásra érkezik, az működést finanszírozza. Én ezt úgy hallottam, hogy a Eli vezetővésű is komoly szakember, elismert, nemzetközileg elismert szakember, Nobel-díjra javasolt. Kettős vezetés van, én azért mondtam. Tehát a gondot ezzel... én abban látom, inkább, hogy a pénz az működésre költődik, nem a kijelölt irányba. Hát volt a beruházás, gondolom én, mert nem vagyok ugye sem atomerőmű szakértő, sem lézerszakértő, de annyit tud az ember, egyikünk sem az, de annyit körülbelül lehet tudni, mint ahogy Lajos is mondta, hogy aki a pénzt adja, az általában fölügyelni akarja, amire adta a pénzt, és azt kontrollálni akarja, és ez teljesen természetes. Valamiért mégis neves kutatók álltak föl és távoztak, hát, mint mert mondta, ő közelebbről beleláttak. Az akadémikus ilyen volt rektor Szabó Gábor úr, hogy szakmai vita volt, ők nem értettek vele egyet, és ezt a megoldást, ezt gyakran választották, hogy nem ért vele egyet, és akkor nem jutnak kompromisszumra, hát, és akkor fölállnak. Nem feltétlenül szakmai vita volt, tehát ahogy én próbáltam ezt az én ügyet értelmezni. Én elhiszem a Szabó Gábornak, hogy szakmai vita volt, és mert nem látok jobban bele. Igen, és csak, miért csak neki, itt alapvetően a kormányzat által, ahogy Lajos is beszélt róla, és teljesen egyetértek vele, Lajos, hogy azzal a módszerrel, ahogyan egyébként megpróbálják menedzselni az Elinek a működtetését, ez az, ami egyébként Nyugat-Európában, a Nyugat-Európában szocializálódott az ottani viszonyok között szokatlan, a szokatlan kifejezés az szerintem egy picit enyhe, de az ő szempontjukból semmiképpen sem olyan, amit el tudnának fogadni. És én azt gondolom, hogy elsősorban, és itt a kormánynak a működésében rejlő problémák azok, amelyek kiütköznek ebben az ügyben is, mint ahogy az elmúlt 9 évben nagyon sok esetben, akár a kinevezések esetében is, vagy mint most Falkovicsnál láthatunk az MTA-nak a megregulázása tekintetében. Én úgy látom, hogy a kormány valamelyest talán Nyugat-Európában, sőt egyértelműen szalonképtelen, akár még ezekben a tudományos körökben is, és ezért nem érkeznek ide olyan tudós csoportok, ezért nem érkeznek ide olyan kutatások, amelyek utána biztosítanak az Elinek a finanszírozását, és ezért vannak rákényszerülve arra, nem tudom megítélni ennek a fingerprint módszernek a megalapozottságát sem, én azokból tudok kiindulni, amit olvastam a sajtóban, hogy nincs megfelelően kidolgozott módszertan, az eredményei is kétségesek, hogy tényleg megtérülnek-e, és erre 20 milliárd forintot adni 5 év alatt, úgy, hogy közben a 17 milliárd forintot, amit az MTA-nak ki kéne fizetni, nem fizetnek ki, ez arra enged következtetni, hogy politikai jellegű döntés van, de egyfajta kármentés valószínűleg, és ezzel én azt gondolom, hogy a kormány a lehető legrosszabb irányba indult el, ugyanis ezzel egy lefelé tartó spirálba fogják lökni az Elit, és minél inkább ilyen politikai jellegű döntéseket fognak hozni, annál kevésbé fognak szabad gondolkodású. És akkor kinek a dolga az, hogy ide de nem, megfelelő kutatókat, kutató dolgot, csoportokat de, és az
azzal sem értek egyet, hogy nincsenek megfelelő kutatók, vagy nem jönnek. Tavaly a borfesztiválon borozgattam olyan kutatókkal, akik direkt ebből jöttek, ezért jöttek ide. Tehát, és mindenki a helyén van, sőt, ahogy ilyen neves szakember került most az Eli élére, ott a Szabó Gábor is, tehát én bízom bennük, hogy jó kezekben van ez a dolog. Hát a Szabó Gábor féle projekt az ugye egy másik, az 3,7 milliárdos. Milliárd, ott, igen. A hirtelen őt is megdobták 3,5 milliárdot. Igen, nukleáris hulladék kezeléssel. Ez mondjuk az LP szempontjából már egy érdekes téma, hiszen mi eleve nem vagyunk az atomenergia hívei, tehát ilyen szempontból magát az eljárást akár még jónak is tarthatnánk, hogy azokat az elhasznált nukleáris anyagokat megpróbálják semlegesíteni, vagy a rövidíteni ennek az idejét. Ebből azt nem tudom, visszalép a Szabó Gábor interjúra, hogy ott az is elhangzott, hogy nincs jól finanszírozva a Lézer Központnak a működtetése. Tehát ő is ezt az érvet hozza, amire én próbáltam az elején utalni, hogy nehéz úgy a kutatást meg a működtetést elkülöníteni, hogyha nincs meg az alap hozzá. Én visszatérek az alapkérdéshez, amiről ugye indítottál, hogy most politika vagy szakma. Hát éppen Szabó Gábor személyre egy rendkívül pikáns politikai szál. Még ugyanis, pedig? Mint úgy, hát annyiban, hogy a 24 hú információi szerint egy zárt kérdéses közvéleménykutatásba Szegeden, az ő neve volt az egyetlen igazán egy súlyos név, akit ugye már megkérdeztek, hogy mit gondol arról, hogyha ő lenne a polgármester. És ugye ez egy érdekes dolog, hogy a Botka vezette önkormányzat. Kérdésünk, hogy az volt, akkor János is jelen volt a műsorban, hogy egyáltalán tud-e róla? Igen. Szerintem tud. És Szabó Gábornak minden tiszteletem ellenére, és az, hogy nagyon szeretjük, és igazán megérdemelte a díszpolgári címet, azért emlékezünk, 2014-ben kiállt az egy pártnak a polgármester jelöltje mellett, és az nem Botka László volt. Igen. Hát ez körmondat volt, de akkor a Fidesz mellett. Igen, a Fidesz mellett. Majd értsük. A fideszes polgármester jelölt mellett, hol pontosan tudta, akkor most egy szakmai vitában, egy szakmai kérdésben sem hiteles a személye? Így kavarodik az életben a politika. Igen. De ezzel nem is vitatkozom, hát mindenkinek van politikai meggyőződés, politikai nézete, de szerintem magában nem vitte túlzásban ezt a politikai elkötelezőt, csinget, amit rá akarsz most egy kicsit tolni. Én nem minden akarok rá, hogy akkor még Attila mondatával. Szabó Gábor személye szakmailag hiteles természetesen. Én azt gondolom, hogy itt inkább a Fidesz tervei vannak a mögött, aminek Szabó Gábor nem mondom, hogy ilyen aktív résztvevője, lehet, hogy ilyen kvázi passzív elszenvedője, amit esetleg a Fidesz őt szeretné polgármester jelöltként később pozícionálni, és talán ennek lehet az előszele ez erre a kutatásra megítélt összeg. Hát akkor ezt is meglátjuk, kategóriába tesszük. Ez már az lesz? Nem állítom, hogy ez fog történni, csak felvázolt meg. Lehet, egyfajta szenárió. Na de akkor meg engedjük meg az evolúciós fejlődését a tudósoknak és a politikusoknak, mert ugye emlékszünk, szép emlék, Solymosi Frigyes professzorra is, hogy ő honnan indult a Batthyányiból, és utána már milyen cikkeket publikált később. Tehát egy embernek a politikai vagy a szakmai megítéléseiben szakaszok vannak. Van benne változás. És akkor itt most tegyünk 3 pontot, hogy egy következő összeesküvés elméletre tovább tudjunk menni, ha egyáltalán az. Most pedig jöjjön a mai 3. menet. Fordítsuk el a szökőkutat 90 fokkal, vagy maradjon így, ahogy van. Továbbra is legyenek parkolóhelyek, vagy tiltsuk ki az autókat Szeged főteréről. Legyenek fesztiválok, vagy maradjon promenád a Széchenyi tér. Modern kandeláberek világítsanak, vagy szebbek a régiesek. Meg annyi kérdés, melyekre nincs egyértelmű válasz, viszont a végtelenségig lehet róluk vitatkozni. Egy város főterének felújítása rázós ügy. Érdekek, ízlések, meggyőződések csapnak össze, teljes egyetértésre semmi remény. Vannak, akik szerint szörnyű ez a hosszú procedúra. De az önkormányzat kitart amellett, hogy a legmegfelelőbb tervet keresi, kíváncsi a polgárok véleményére, vitatkozzunk, mérlegeljünk, győzzük meg egymást, időnként engedjünk a saját meggyőződésünkből. Egy öntudatos, demokratikus városban ez nagyon is helyén való. Fejtegettük itt már egy korábbi műsorban, hogy akkor most fel kell újítani a Széchenyi teret, vagy nem. Abban akkor is itt volt János, és akkor a két másik vitatásával fejtették ki a véleményüket. Fel kell újítani a Széchenyi teret, vagy nem? Egy város sosincs kész.
Tehát hiába van kész most ilyen formájában a Széchenyi tér, előbb-utóbb változásoknak kell bekövetkezni, mert ugye a közművezetékek, a forgalomnak a változása, a klímaváltozás az mind befolyásolja, és egyébként a használat is. Tehát valamilyen úton, módon egy városnak bármelyik közterülete 10, 30, 50 vagy 100 évenként meg fog változni, mert az élet is változik. Tehát ilyet mondani, hogy maradjon olyan, mint rég volt, ez egy butaság. Lehet nosztalgiázni, hogy visszaállni. Hát de pontosan. És akkor hol voltak az autók, és úgy egyáltalán. Ez rendben van, de még nem történt semmi, és már hitvita van. Igen, a Modern Városok program keretében most egy ilyen 3 milliárdos tételről lenne szó. Ugye kiírták a pályázatot, ez először sikertelen volt, másodszor a szakmai grémium. Ez a 3 milliárd forint az nem itt van az ablakban, hanem de körülbelül a nagyságrendjét, ami természetesen növekedni fog, mint az uszodájé vagy a Pispekstúr anyjáé. De ez valószínű, hogy többen értenek, mint a lézerközponthoz. Hát azt tudnak, hogy most kerti törpét kézzelnek el, vagy sellőt, vagy mit tudom, mit egyébként a közepére. A városvezetésnek, illetve a közvéleménykutatások alapján kellene ugye magát a funkcióját meghatározni a térnek, hogy ugye milyen funkciót számunk neki. Nem. Azt a szakmának kell. A szakmának van egy becsülete, a tájépítésznek és a városépítésznek. Hát, de Lajos, hogyha az van, hogy ebből most vásárközpontot csináljunk, vagy parkolót, tehát azt el kell dönteni, hogy legyen a funkciója. Nincsenek ilyen szélsőségek. Még egyszer mondom, kiírták a pályázatot, ugye megnyerte a Fontos Rómeó, ugye az a neve. Rómeó, igen. És a Bakula Rékával ugye közösen, és abban a bíráló bizottságban az önkormányzat képviseltette magát a legkisebb létszámmal. Kormányzati tényező volt benne, szakma volt benne, és ezt elfogadta mindenki. De nem volt végleges döntés az egészben, és ráadásul rossz hírem van azoknak, akik úgy itt kavarják benne a lekvárt, hogy ez jogszabályok alapján történik, könyörgöm. Tehát a helyzet az, hogy a jogszabály előírja, hogy kell kiírni a pályázatot, azt elbírálták. Azzal kapcsolatban az önkormányzatnak milyen kötelességei vannak. Az önkormányzat nem is mondhatja ezután a döntés után, hogy érvénytelenné nyilvánítatja, vagy más szeretnék. Uh-huh. A miniszterelnökséggel összehangolták, két jó ember itt volt egyébként a minisztériumból, abszolút egyetértettek, megy az egész a maga útján. Igazából valakik politikai útra, egyébként hogy is mondjam, próbáljunk közbevágni, János. Igen, de a szegedi Fidesz politikai kínjában, mert jobb témát nem talál, most megpróbál rárepülni erre. Ezt akartam kérdezni, hogy a téma az politikai értelemben kavarodik így föl, vagy... Én szerintem ennek nincs akkora politikai súlya, mint esetleg a Lajos itt mond, hogy... Kampánytémának ez kiválóan megfelelő, mert olyan központi földrajzilag központi is. Mindenki érthet hozzá, mindenki tud róla beszélni, de hogyha, mint ahogy mondtam, hogy... Balta polgármester úr engedte be a rendezvényeket, előtte Szalai István meg tiltotta. Sőt, már akkor készült egy felújítási terv a Széchenyi térre, még amikor a Kárász utat 2000-ben. De egyébként nagyon szépen felújították a Barta a Kárász utcát, és akkor volt egy terv arra, hogy a Széchenyi terület, és aztán változtak az idők, most jött egy új. Én szerintem ezzel semmi gond nincs, és na ezt meg lehetne valósítani. Én nem akartam eddig a szavatokba vágni, de alapvetően azt gondolom, hogy tényleg nem eleve eldöntött. Tehát van egy terv, de én úgy emlékszem, hogy ott a leírásban szerepelt, hogy ez nem teljesen tekintető véglegesnek, tehát ezt meg időközben van. Is módosítani fogják. Én mindenképpen fontosnak tartom, hogy ha vannak védemények az állampolgárok részéről, hiszen ők fogják használni ezt a teret egyébként, akkor ezeket igyekezünk beépíteni. Persze nem mondjuk közvéleménykutatási eredményekre, és ne esetleg olyan hírportálok által közzétett közvéleménykutatási eredményekre, amelyek feltételezik azt, hogy nem biztos, hogy az ott megadott arányok, azok megfelelnek a valóságnak. Én biztos vagyok benne, hogy itt is lesznek majd lakossági fórumok, ha már megvan. Ott is, ott is a Lajos Közéleti Társaság tartott. Összességében arra kérdésre vonatkozóan, hogy szükséges-e, én azt gondolom, hogy igen, szükséges a Széchenyi térnek az átalakítás, vagy felújítás, a rekonstrukciója, mert zöld felületek szempontjából, hogy ezt nem tudom megkerülni telepésként, zöld felületek szempontjából szerintem kellően el van látva egyébként, de a tervek alapján egyfelől a város arcolat, tehát az épületeket igyekeznek majd megőrizni, a hangulatát a térnek, és a környezetvédelmi szempontokat is maximálisan igyekeznek szem előtt tartani. Hogyha meg tudjuk azt oldani, hogy az emberek számára egy kényelmesebb, szebb, szerethetőbb közeg legyen, és mindeközben a természet sem sérül, és az autók ugye nem fognak
gyakorlatilag csak a tér két oldalán közlekedni, viszont a parkoló mennyisége nem fog csökkenni, csak még garázsok fognak épülni. Kimondott egy kulcsszót a megoldás, akkor még utoljára azt szeretném megtudni, hogy mit gondolnak, kapunk-e egyáltalán a megvalósítás részére pénz, mert idáig a tervezésre biztosította a kormány a Modern Városok programban a hozzávaló pénzt, de hogy a megvalósításra. Erről akkor én válaszolnék először, hogyha már itt összeesküvés elmélet. Három. Igen. Én azt gondolom, hogy nincsenek összeesküvés elmélet. Hogyha fideszes polgármester lesz. Nem. Én azt gondolom, hogy ha a kormánynak a kormány bölcsessége múlik. Ha a kormány Szegedet szeretné esetleg valaha majd visszahódítani, akkor nem arra fognak törekedni, hogy megnehezítsék a szegediek életét, és esetleg forrás megvonásra fenyegessék őket, hanem nagyvonalúan biztosítják ezt az összeget a számukra. Én azt gondolom, hogy persze hozzáteszem, hogy a kormány minden esetben soha nem a nagyvonalúságáról tett tanúbizonyságot. Akkor van egy fél igenünk. János? Igen. Ó, kettő. Igen. De bizony. Akkor kétharmad már megvan. Ez egy akkora volumenű beruházás lenne, hogy képtelenség önerőből megcsinálni. Tehát mindenféleképpen akkor támogatnék volt, a központi támogatás. Föltétlen szükséges rá a központi támogatás, de azért egy dolgot még mondanék. De ez van röviden. Nagyon röviden. Van egy egyéni felelősség, egy szakmai felelősség és egy politikai felelősség. És én azt mondom, hogy ebbe sokkal súlyosabb a politikai és a szakmai felelősség. Egy pici példa a végére. Tehát, hogy az egyéni felelősség, amikor 100%-os. Ha valakinek eltörik a lába, akkor nyilván nem a vajákos Mari nénit fogja gyógykezelőnek fölfogadni, hanem a sebész professzort. Erre mondom azt, hogy lehet véleménye mindenkinek, hogy majd milyen legyen a Széchenyi tér, de ezt tényleg szakemberekre kell bízni, és a finanszírozást, Kántor és az ütemezést az politikára. A harangozó meg harangozzon, ezt így akartam van. Meg. Tehát akkor a Kántor dolga az ének. A harangozó meg harangozzon. Hát már nem is tudtuk volna kitalálni itt, nagyon szépen köszönöm a részvételüket. Önök a Szabad Szájat, a Szeged Televízió véleményműsorát látták. Jövő pénteken ne várjanak bennünket, a nagy péntek mindenkinek a pihenésé. Két hét múlva jövünk ismét, három új vendéggel és három új témával. Viszontlátásra!